Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban az ADBL-nek a Glass Cleaner 2 Whole Awesome nevezetű üvegtisztítóját fogjuk kipróbálni. Mégpedig ezen a gyönyörű szekeren. Nagyon koszos belül a kocsi, úgyhogy nem fogom itt az ablakokat leengedni, meg ilyen tip-top üvegtisztítást csinálni. Csak úgy nagyjából megcsinálgatom. Igen, ami érdekesség, az interneten azt mutatta, hogy csak le kell egyszerűen törölni a koszt, és nem kell visszatörölni. Viszont ha itt ránézek, akkor itt pont azt mutatja, hogy ugye fújjam a felületre, törölgessem át, majd töröljem vissza. Na most kivételesen abban a verzióban fogom csinálni, hogy nem törlöm vissza, mert elvileg ez egy ilyen hippi-szupi új készítmény, amit nem kellene visszatörölni. Na de meglátjuk, hogy így hogy fog dolgozni. Amúgy a terméket ingyen kaptam az adblshop.hu-tól, viszont ez nem egy fizetett hirdetés. Az őszinte véleményemet fogjátok látni és hallani, mint mindig. Úgyhogy csapassuk! No, fiúk, lányok, ő volt az ADBL-nek a Glass Cleaner 2 Whole Awesome nevezetű hologramos üvegtisztítója. Az illata brutál jó, nagyon kellemes, ilyen friss, üde, hát nem is tudom, hogy gyümölcsös vagy minek mondjam, de valami nagyon kellemes gyümölcsnek tűnik. A szépen dolgozik, hozza le a koszokat, a kendő hóta retek lett, tehát lehozta a koszt, ugye ez azt jelenti, viszont mindenképpen kell neki a visszatörlés azért. Vagy legalábbis egy olyan koszos üvegen, mint ez. Tehát lehet, hogy egy kevésbé szennyezetten nem kell neki, de ami ilyen retkes, az biztos, hogy kéri a visszatörlést is szépen. De ezt leszámítva teljesen jó, patika üvegtisztító, mondom, az illata baromi jó. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani.
Ezzel a videó ennyi is volt, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!